Közgazdászból annyi van, hogy Tiszát vagy akár Dunát lehetne rekeszteni velük. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy munkanélküli közgazdászból mintegy 30 ezer él Szerbiában, és közülük mintegy 8-10 ezeren főiskolát, egyetemet végeztek. Kevés másik olyan szakma van, ami iránt ennyire alacsony lenne az érdeklődés. De akkor mégis mi kell ahhoz, hogy sikeres pályát fusson be egy friss diplomás? Világcégekhez, multinacionális cégekhez bejutottam közgazdasági diplomával, és persze nyelvtudással, ez a kettő együtt fontos. Nagy cégekhez ez a kötelező belépő, utána minden az embernek a saját képességein múlik, hogy bizonyítson, hogy megfelelott azon a poszton. Kurfis Dániel a Szélmalomtól a Lánchídig, vagyis a Topolyától Budapestig zajló karrierjének alakulását ismertette a fiatalokkal. Az önéletrajz alapszabályait is részletezte. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy jól meg kell fontolni, hogy ki, hol és miért éppen ott szeretne tovább tanulni. A piac túltelítettsége ellenére a diákok közül sokan szeretnék tovább képezni magukat. Valamilyen emberekkel kapcsolatos szakon szeretnék tovább tanulni, tehát hogy nem a könyv, nem egy irodába elbújni, hanem emberekkel kapcsolatban lenni, mint például a menedzsment vagy valamilyen hasonló. És a legtöbben optimisták. Könyvelőként szeretnék mondjuk elhelyezkedni, vagy valamilyen vállalatban dolgozni. Sok lehetőség van igazából, mondjuk rá a marketing is szóba jöhet. Kurfis Dániel időközben visszatért Szerbiába. Jelenleg a Multik világa helyett a saját vállalkozást választotta. De ennél is több lehetőségük van a közgazdász fiataloknak. Itt vannak a tanárképzők, óvóképzők, műszaki főiskolák, egyetemek és egyéb más egyetemek is. Az egyik osztályban például fogtechnikusi szakmát választottak a közgazdász diploma után. A tanárnő szerint lehetetlen nem létezik, kitartás és munka szükséges csupán. Az előadás célja pedig elsősorban a gondolatébresztés volt.